Az előttünk álló hétvégén ismét megkondul a harang a Látóhegyi kápolnában. Tavaly sok-sok év után újra civil kezdeményezésre tartották meg ismét a kápolna búcsú miséjét. A kezdeményezést Szűcs Imre plébános karolta fel. Többen megkerestek pontosan azért, hogy több évtizede már nem volt, és hogy lenne rá igény, és hogy lenne-e rá lehetőség, hogy ezt újra felelemítsük ennek a kápolnának, ami ugyan nem elhagyatott, csak használaton kívüli, hogy legalább egy évben egyszer ott búcsúi szentmisét, és rábólintottam én természetesen. Lehet, és tavaly hagyományteremtő szándékkal kezdtük, hogy ezután lehetőleg minden évben ott összejöjjön az a hegyhát, vagy az a baráti társaság, vagy aki arra jár éppen, vagy aki tud róla, és jöjjön. Gyönyörű maga a helyszín is, a kilátás is, az idő is az lesz. És nem tudom, sorban talán maga a kápolna, illetőleg a környékének a története is érdekel. Egyébként ez megérne egy misét, ahogy mondja a közmondás, érdemes lenne kutatni. Tehát magát a kápolnát is, és a környezetét is. Nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy ha nem is maga az épület, de a előtte, vagy elődje, nyilván valamiféle szakrális építmény lehetett ott, kisebb kápolna, vagy bármi más, hogy ez a török előtti korból való, tehát erősen középkorra hajaz maga a környezet, pontosan azért, mert a kápolna körül temető van, tehát sírok vannak. És ez enged következtetni arra, hogy középkori alapítású lehet nagy valószínűséggel ez a hely, hogy most ott esetleg a török előtt egy település lehetett-e, és ennek a településnek a temploma állt ott, vagy kis kápolnája, és ott a temetője, aztán török után újra megélett, úgymond ez a hegyhát, és újra fölépítették, vagy az alapokra, amit a török esetleg lerombolt, vagy használaton kívül volt és elpusztult, maga az épület, és arra az alapokra egy újabb kápolnát húztak föl, de hogy temetkeztek még az újkorban is oda, ez tény, tehát a sírok, illetve a síremlékek erről árulkodnak, és erről tanúskodnak. Meg kéne kutatni, és csak hát ehhez is, ami a legkevesebb, ugye, az nincs hozzá. És mindenképpen beszélgessünk a búcsú alkalmáról, hiszen Péter Párhoz köthető a Látóhegyi kápolna búcsú ünnepe. Igen, hát minden felszentelt templomnak van úgynevezett titulusa, tehát neve, és az ősök, az elődök Szent Pétert és Szent Pált választották védőszentjéül ennek a templomnak, hogy miért, ez is nagy kérdőjel, titok. Elképzelhető az is, hogy a két apostol fejedelem pontosan a hadhatós közben járása miatt, tehát a nagyságuk miatt választották, de az is előfordulhat, hogy mivel mezőgazdasággal foglalkozott és foglalkozik ott a környék, hogy nyárra esik ez az ünnep, akkor még nincs akkora munka, vagy már ugye fél időben van a mezőgazdaság, tehát van, amit már lehet aratni, és van, amire még várni kell, és betakarítás előtt. Nem tudni, tehát nincsenek, tehát nem találtam sehol írott dokumentumot erről a kápolnáról, illetve a környezetéről sehol. Mennyire gyakori különben Péter Párhoz köthető kápolna esetleg valósi templom? Több van. Tehát az egyházmegyénk területén is, de természetesen az ország területén is. Most hadd ne soroljak itt, de Somogyban is több van, meg bizonyára az Alában is. És akkor várjuk a híveket hamarosan ismét. Természetesen szombaton déli 12 órakor megkondul a harang, pontosan azért, hogy együtt ünnepeljünk és együtt örüljünk annak, hogy megint együtt lehetünk és kérhetjük Szent Péter és Szent Pálnak a közbenjárását, nem csak a hegyhátra, hanem a városunkra, a nemzetünkre és erre a magyar népre.